A másság, mint egy hívó szó, ami a mellé teheten gondolom, hogy és a tolerancia kérdésköre, ez valóban az egyik leghúzsba vágó probléma, amellyel a korunk emberének, természetesen minden magyarnak is meg kell küzdenie. Dr. Szabó Péter dékán nyitotta meg a Velünk élő másság projekt záró konferenciáját. Az esemény nagyon sok résztvevővel zajlott szombat délelőtt a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János karán. A projekt szakmai vezetőjétől azt is megtudtuk, hogy mi volt a célja a közel egy éves programnak. 2015 márciusában kezdtük a projektet, és 2016 február végén fejezzük be. Egy éves intervallumot megtöltöttünk gazdagon programokkal. Volt kutatás, azzal indítottunk, 500 diák véleményét kérdeztük meg, mit gondolnak a másságról, más emberekről, akár a testi fogyatékossággal rendelkezőkhoz, hogy viszonyulnak, illetve a hazánkban élő nemzetiségekhez. A konferencián több megszólaló mellett dr. Por Zoltán docens, a kar intézetigazgatója azt hangsúlyozta, hogy mindenki önálló entitás, és ezt kell megjegyezni. Dr. Szakácsné Foki Katalin, az Iskola Kultúráért Esélyteremtésért Egyesület elnöke elmondta, az egyesület több mint 10 éve a magatartás kultúráról és a tanoda programról vált ismerté a régióban, és azért vállalták el a Velünk élő másság projektet, mert rájöttek arra, hogy a fiatalok többsége nincs tisztában az emberi jogokkal és a másság elfogadásával. Olyan programot terveztünk, hogy a fiatalok szerezzenek tapasztalatot azokkal, akik leküzdve a fogyatékukat, megküzdve a más nemzeti szokásokkal, hagyományokkal, kiegyensúlyozottan élnek közöttünk. A programunk alapja az aktív, cselekvő együttműködés. Mind az 1100 fiatal, aki részt vett a programban, gyermek, tanuló, egyetemi hallgató, feladatra vállalkozott. Feladatot kapott, nagyon sokat tett a másság megismeréséért, a szabad vélemény, a közeledés, az elfogadás, a tisztelet érdekében. Vagyis tapasztalatot szereztek az együttműködésben. A projekt több programon átbővítette a fiatalok ismeretét. Például a diák műhelyben a diákok az emberi jogok napjára készültek fel, melynek során 25 osztályba látogattak el és egy órás előadásokat tartottak. Ezek a foglalkozások nagy izgalommal töltötték el a fiatalokat, hiszen ők nem tanárok, középiskolások és kezdő tanítók, most első évesek. Alaposan felkészültünk, és nagyon nagy sikerrel tudták megtartani ezeket az órákat. Számszerűen 25 osztályban tartottak, Győrben, Győr környékén, akár Zircen, Kapuváron, Mosonmagyaróváron. Rajzpályázatot és interjú pályázatokat is hirdettünk. A rajzpályázatokra 55 alkotás készült, és ez az 55 alkotás látható itt a záró program keretében a kiállításon. A tárlaton a képek és fotók mellett a riportok is olvashatók voltak. A különleges kiállításon a másság és a nemzetiségek bemutatása igazán fantasztikusra sikerült.